Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te és ő, mi a helyzet, mi a kapcsolat jelenleg kettőtök között, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. A bal oldalon látható kártya utal a te jelenlegi helyzetedre, vagy arra, hogy mire kellene odafigyelned. A csillagok szerencsét hoznak. Lehet, hogy nem a mai napon, de ez bekövetkezik a következő napokban. Amit még ez a csillagkép jelent, bíz a sorsodban, hiszen így van megírva a csillagképekben. Természetesen utalhat asztrológiára, kártyavetésre, mert téged ez a téma most érdekel. Lehet, hogy ez a hivatásod. És most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt jobb oldalon az egerek láthatóak. Ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, és akkor nem maradott semmi. Tehát itt van veszteség. Ő elveszített most valamit, vagy az állását, vagy a pénzét, vagy fél attól, hogy elveszít téged. És most megtekintjük a te gondolataidat, terveidet, vagy azt, hogy mire kellene gondolnod. Ennek a kártya kombinációnak ott felül bal oldalon több jelentése is van. Ez a kislány utalhat gyermekekre, a könyvek az iskolára, ez a nagy medve a tanárokra, és itt van kapcsolat, vagy valamit kellene még rendezni. A kislány szimbolizál újdonságokat, vagy egy új kezdetet, az lehet egy továbbképzés is, és akkor itt megvan az erőd ehhez, erre utal a medve. Amit még jelentenek a kártyák, hogy valami még olyan rejtett, titokzatos, mert a könyvek be vannak csukva, nem lehet látni, mi áll benne, utal a titkokra, és ha te olyan ártatlanul nézed a dolgokat, mint ez a kislány, mondhatnám, hogy kicsit olyan naívan, akkor elveszíted az erődet. Viszont ha átlátsz a dolgokon, és tanulsz ebből valamit, és másképp látod a helyzetet, akkor megvan az erőd, amivel be tudod bizonyítani magadat, és ez lesz egy új kezdet számodra. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ez a hármas kártya kombináció ott fent jobb oldalon utal az ő gondolataira. Itt említeném meg a kártyák a saját kártyáim, ezért ez csak nálam látható. Az első képen a szerelem istennője átnyújtja ezt a lobogó szívet, ami a szerelemre utal. A középső képen ott van a szerelmes nő egy szerelmes levéllel, és a harmadik képen ez a lovas férfi azt jelenti, itt lesz mozgás. Tehát ez a terve, és hamarosan megkapod ezt a szerelmes levelet. Ha így van, akkor minden rendeződik, de mi van akkor, ha ez a lovas férfi nem az ő mozgására utal, hanem egy másik férfire? És mivel itt szerelemről, egy levélről van szó, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban, előfordulhat az is, hogy féltékeny. És akkor megértjük azt, hogy miért jelentek meg az egerek, hiszen az egerek eltávolítanak valamit, és fél attól, hogy belép egy másik férfi az életedbe, és akkor elveszít téged. Megvannak nála ezek a félelmek. És most megtekintjük a te érzelmeidet. Ezen a kártyán németül oda van írva Gericht, és az lefordítva bíróságot jelent.
Lehet, hogy van valakinél bírósági ügy, és ez kellemetlen, kihat az érzelmekre, kivált bizonytalanságokat, vagy félelmeket is, de valójában ennek a kártyának más jelentése is van, mégpedig utal az isteni hatalomra, az isteni igazságra. És az azt jelenti számodra, hogyha valami történt az életedben, ami bosszúhoz vezetett, vagy felkavart téged, ennek van egy oka, és van egy hatás is. Tehát bízz abban, hogy a jó emberek azok megkapják az isteni hatalomtól ezt az igazságot, és akik gonoszok, azok szembe kell, hogy nézzenek a következményekkel. Tehát itt megvan ez a transformáció, megvan ez a megújulás. Nem kell, hogy félj az eseményektől, vagy az, ami most történik az életedben, hanem tedd át magadat a bizonytalanságokon, tedd át magadat a félelmeken. És így akkor minden jóra fordul, hiszen itt van ez az isteni segítség. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a kártyán, ott alul, jobb oldalon láthatóak a kelyhek, mégpedig ebből kettő darab. És a kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és őrá. A kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ez a férfi szeret téged, szerelmes beléd. Jön egy szerelmi üzenet, mint ahogy láttuk, ahogy ő tervezi, de fél attól, hogy elveszít téged. Azt még megemlíteném, hogy itt az ő érzelmeinél a kettes szám látható, tehát ő bízik benned. A gondolataiban ugyan megjelenik egy másik férfi, de az nem azt jelenti, hogy nem bízik benned, hanem félelmei vannak. Fél attól, hogy valaki ír neked, vagy visszatér a múltból, vagy megismerkedsz valakivel, és ezen töpreng. De nem mindenkinél van így, mert ez a lovas férfi utalhat mozgásra, és akkor rá vonatkozik, mert tőle kapod ezt a szerelmes levelet. És akkor az egerek azt jelentik, hogy fél attól, hogy te visszautasítod őt. A következő kártya ott középen azt fogja mutatni, hogy mi a kapcsolat jelenleg kettőtök között. Ezen a képen látható egy találkozás, egy közeledés, és mint ahogy a képen látható, áttölelik egymást, olyan, mintha táncolnának, tehát megvan ez a romantikus hangulat. A négyes szám utal arra, hogy mire van szükségetek, ez a biztonság érzete, és az anyagi biztonság is. Azon kívül jelképezi ez a kártya a tavaszt is, ami a tűz elemére utal ennél a tárókártyánál. És az jelent egy új kezdetet, a lelkesedést, a bátorságot és a testi kapcsolatot is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!